Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Mondókonon! Sziasztok! Most a galascsatát fogjuk megtartani ezúttal, amit a Panton támogat, úgyhogy lássuk az idei galascsatát, most a galascsata témája... Minden, ami gamer, játék, és ehhez kapcsolódóan bármi. Szóval elég tág a téma, és éppen ezért vártunk olyan bevállalós versenyzőket, akik mindenképpen tudnak ebbe a témában valami izgalmasat és újat alkotni. De nem is húzom tovább az időt. Kérem akkor az első csapat a Gamer Girls lesz. Gyertek föl, nagy tapsot kérünk a Gamer Grillsnek. Jó, második csapatunk pedig OP Artist. Nagy tapsot kérünk nekik is. És a harmadik, de nem utolsó csapat, a Vörös Sárkányok. Nekik is nagy tapsot kérünk. Akkor szeretnénk kérni a versenyzőktől nagyon röviden egy-egy apró bemutatkozást. Kezdjük akkor innét. Mutassátok be magatokat egy-egy szóval, egy-egy mondat. Sziasztok, Bogi vagyok, művész nevemen jelenleg Fehér Madár. Általában nem nagyon szoktam se mobázni, se MMORPG-zni, csak ismerem a karaktereket és szeretem. Köszönjük, egy bátor jelentkező, sok sikert kívánunk neki. Igen. Sziasztok, én Hargitai Emma vagyok, Szena, fönt most manga portrézok, és Szenárt néven vagyok fönt Facebookon is. És hát szeretek rajzolni, és így ide kerültem. Köszönjük! Sziasztok, én Virág Fruzsina vagyok, vagy Macskant Miau. Én cosplayes vagyok, gamer vagyok, rajzos vagyok, szóval azért vagyok itt. Sziasztok, Farkas Réka vagyok. Hát Balatonról gyűjtem, és szeretem magyaros dolgokat, meg a mangákat, hát meg a lolt. Köszönjük! Hello, Szántó Eszter vagyok. Azért vagyok itt, mert ő mondta, hogy jöjjek. Egyébként szoktam rajzolni, meg játszani, úgyhogy tulajdonképpen témába vág a dolog. Sziasztok, én meg Sajola vagyok, vagy Gelin Veronika, és minden Blizzard jöhet nekem. Köszönjük szépen, nagy tapsot a versenyzőknek! Azért is gyakoroljátok a tapsokat, mert hogy ugye a hangotok, illetve a tapsotok alapján fogjuk felmérni azt, hogy kik lesznek az éppen aktuális körnek a győztesei. Jó, tehát lehet a minél hangosabb taps, minél hangosabb kiáltás. Csináljunk egy próbát, mutassátok meg, mit tud a terem hang alapján. Gyerünk, tapsoljatok egy hatalmasot! Ez igen, köszönjük csúcs. Szépen! Fantasztikus! Hangszintmérő? Ott van. Jó, az is el van helyezve, szuper. Jó. Akkor lássunk is neki az első rajznak. Megkérjük a videósunkat, hogy jöjjön föl, ha fel tud. Hát, ha nem, akkor addig is elmondjuk, hogy mi lesz az első feladat. Ismerteted, Rio? Annyit még hozzátennék, hogy kicsit más a szabály, annyival más, hogy most, mivel csapatok vannak, minden egyes feladat előtt van egy fél percük megbeszélni egymás közt, hogy mit szeretnének kihozni, és utána indul csak az óra. Tehát először kihirdetjük a témát, és egy fél percük van egyeztetni, mégiscsak két elmény nem tud ugyan könnyen együtt dolgozni, úgyhogy így kezdődik. Az első téma először, hogy tervezzetek a csapatoknak egy logót. Erre most kell van egy fél percetek megbeszélni, hogy milyen logót szeretnétek tervezni. Jó, fél perc, indul! Ismét, hogy a csapatneveket ne felejtsük el, van itt nekünk Gamer Grills, van OP Artist és a Vörös Sárkányok. Jó, akkor ha... Lejárt a fél perc, igen. Akkor indítjuk a stoppert, másfél percetek most kezdődik, mikor azt mondja, hogy... Start! Az OP Artist már elkezdte, odaállt a Vörös Sárkányok is. Itt még. Kéne csinálni a valcsitán kis logót,
Mit gondolsz, lenne rá értelme? Fúha. Következő rajzcsat a témája, rajzcsaták. Lehet, hogy a közönség jobbat tud kitalálni. De hát, ha lesz itt olyan, amit mi is fel tudunk majd egyszer használni. Azért itt elég jó munkák készülnek. Egy igazi kockavilág kezd kibontakozni. 40 másodpercetek van még. Fél perc. Ahol felirat is lesz hozzá. Jó, 10 másodpercetek maradt. Utolsó simítások. Kettő, egy, és vége. Kezeket a magasba, tollakat az asztalra. Jó. Akkor kezdjük az oldalról. Nézzük kezdjük az a vörös sárkányokkal, mutassátok fel. Kinek hogy tetszik ez a logó? Vörös sárkányal. 76,7 decibel. Jöjjenek a OP artistok. Nézzük. Ez kinek tetszik? OP artist. 77-ig fölment. Nagyon jó. És akkor gamer girl-ek. És Csibivel. Ez is egész jó volt. Hát ez az OP artist nyerte ezt a kört. Jó, második kérdés következik. Vegyetek elő új lapot, és mind a ketten vegyetek elő, hiszen mind a kettőtöknek szüksége lesz rá. Ugyanis feladatotok az, hogy a csapat egyik tagja lerajzolja a kedvenc játékbeli karakterét, bármilyen játékból, a második pedig ennek a kedvenc karakternek az ellenfelét, egyfajta nemezisét rajzolja le. És két külön lapra rajzoljátok, mert majd lesz lapnak szerepe. Így van, tehát külön lapra kell rajzolni, egyik őtök a kedvenc karaktert, másik pedig az ellenfelét, igen. És ha lehet, akkor úgy rajzoljátok, hogy legyen hely mellette még egy kevés, majd hát lesz még feladat. Körülbelül igen. Ha nem megy, akkor rajzoljátok. Jó, szóval akkor indul a félperces megbeszélés, egy kedvenc karakter és annak mehet az ellenfelét. Indul a félperces beszéd. Mindenki megbeszélte, kit rajzol? Tollakat föl, még nem. Mindenki megvan 10, akkor? 10-15 másodperc még van. 10 másodperc. Jó. És akkor kedvenc, indítom az kedvenc karakter és ellenség karakter. Hóra. Indul. Lássuk, vagy kinek mi a kedvence. Neked ki a kedvenc karaktered? Hú, hát ha nekem kéne rajzolni, valószínűleg valami könnyű karaktert választanék. Nem is tudom. Pac-Man, mondjuk. Hát, Mario. Az tényleg már mondjuk Pac-Mannek nem tudom ki lenni. Ja. De van Miss Pac-Man is, azt is választhatod, ha már nő is akar. Tényleg, tényleg. Mert Mario nézzük egyszerűbb ki lenne. És kiket rajzolnak itt a versenyzőink? Ahogy látom, ott egy Reaper volt. Overwatch. Igen, meg egy Soldier. Aha. Készülnek a karakterek. Ú, még egy igazi ördögöt is kaptunk, ha jól látom, Teemo személyébe. Ti szeretetek amúgy Teemot? Senki nem szereti Teemot, ugye? The Reaper, a Soldier 76. 10 másodpercetek van még, utolsó simításokat végezzétek. 5, 4, 3, 2, 1, és lejárt.
kezeket fel. Akkor kezdjük innen. Itt egy Soldier 76-ot látunk. Miért pont ő a kedvenced? Igazából nem ő a kedvencem, csak ezt a Reapert akart rajzolni. Értem. Tehát akkor Reaper a kedvenc karakter. Mutasd meg a Reapert, kérlek. És akkor te mondanak neked, miért a kedvenced? Igazából először a hangja fogott meg, annyira, hogy utána folyton vele akarok játszani, mert hallani akarom, ahogy beszél. Meg a teleportálós képesség. Értem. Hogy tetszik nektek Soldier 76 és 78 egész egy egész jó fogadtatás. Menjünk tovább. Ő ki? Yasuo a Age of Legendsből. Igen, ő a kedvenced neked, vagy a team a kedvence neki? Hát nekem ő a kedvencem, mert hát elég durván tolja a játékba, főleg minden szerintem mindenki tudja. Jó, és akkor itt, ha jól látom, egy Teemo-t látunk, akkor gondolom azért, mert ő az ellensége. Igen, ő a sátán. Maga a sátán. Várjátok, visszamegyek, nézem a... És akkor most kérek egy tapsot, hogy tetszik nektek a League of Legends páros. Ez is 78 fölött volt, és akkor nézzük az utolsó csapatot, a vörös sárkányokat. Kiket rajzoltatok? Én Katarinát LOL-ból. Még egy LOL-os kép, igen. Én Kindredet a LOL-ból. Na, a LOL az elég népszerű téma, hála Istennek. Ki az, akinek ez a két rajz tetszik a legjobban? Ezt egy hajszállal ugyan, de ezt is az OP Artist nyerte éppen, hogy 1/10 decibellel csak. Úgyhogy ők vé a pont ebbe a körbe. Jó, ne tegyétek messze ezeket a képeket. Mindenki vegye elő a kedvenc karaktert. Tehát az, ami... vegyétek elő a kedvenc karaktert, az melyik volt? Kedvenc karaktert mindenki vegye elő. Ez volt a kedvenc, ugye? Szálltadjuk a tőletek balra ülőnek. Neked ő a kedvenced. Kedvenc karakter. Tehát te elkapod ide, aztán akkor átvisztük oda. Így van. Nem. Ő volt a kedvenc? Okay. Akkor Kindred jön ide legelőre. Tehát most mindenki kapott egy másik karaktert. És most jön az a feladat, hogy megvan a kedvenc karakter előtted, másnak a kedvence. Tervezz ennek a karakternek egy fegyvert. Ezt közösen kell megbeszélnetek, közösen kell megrajzoltok. Vagy akár egy is rajzoltja, de közösen beszéltek meg. Kaptok fél percet, hogy megbeszéltek, milyen fegyver illene az adott karakterhez. Jó, fél perc indul. Kérdés lehet? Igen? Kérdés lehet? Mielőtt a fél perc indul, bocsánat. Vagy, igen, persze. Hogy most mást kell rajzolni, mint ami alapból van neki, vagy inkább rajzoljuk azt, ami van neki alapból, vagy mindegy. Egy sajátot, hogy szerint rajzoltad azt, hogy alapból van, de jobban örülünk, ha egy olyat rajzolsz, ami szerint egy jobban illik hozzá az adott karakterhez. Jó, akkor megvan? Akkor indulhat a fél perc. Már megy a fél perc. Jó, még egy 5 másodperc. Jó, lejárt az idő, és akkor megy a másfél perc. És akkor újra indul, ha megy, rajzoljuk le a fegyvereket. Nézzük ki, milyen fegyvert tervez az adott karakternek. Ugye itt egy Kindrednek, ott egy Reapernek és a legszélén egy Yasuo-nak kell fegyvert tervezni. Úgy többféle izgalmas verzió is lesz. Mint ahogy a megbeszélésen beszéltük, hogy Teemo-nak oda lehetne adni egy legyezőt, azon nagyon erős tudna lenni. Itt, ha jól látom, valami karmok készülnek, vagy hasonló. Vagy ilyen hátra csatolható szúronyok. Itt nagyon serceg a filc, itt mi készül. Ott már karakterben láthatjuk. Fél percetek van még. Itt pedig kétféle fegyver is készül. É.
ételeket látok, ha jól látom. Ez nagyon jó lesz. 3, 2, 1, és lejárt az időtök. Tollakat fel, vagy le, az mindegy. És akkor nézzük, ott mi készült. Kezdjük innét. Rögtön két tervet is láthatunk. Mutasd fel az elsőt. Egy ilyen szabjával elképzelve. Igen. És a másik opció. Mi ez a másik opció? Hát ez egy ilyen robotkar, ami fel van szerelve fegyverekkel. Egy robotkar és egy szabja. Ki az, akinek ez a kettő tetszik? Hát 78,1-es értéket is kaptatok. Nézzük, mit kap. És itt egy... Pály! Igazi éjcsatás. Pály. Hát ez mindenhol megy. Mennyire tetszenek a pitével dobálózó Reaper? Uh-huh. 77,4. És nézzük, mit kapna ő. Ha jól látom, egy ilyen karomra erősíthető karga. Mennyire tetszik nektek Kindrednek az új továbbfejlesztett karmai? Miből van készültek? Micsoda? Annyi kérdeztem, hogy ez is adamantiumból készült, mint farkasé, vagy ez csak valami egyszerűből? Ez is adamantium. Átadhatatlan. 81 pontot értékeltünk a Jaszfor karmoknak, úgyhogy most ezt a kört ők nyerték, az Gamer Girls. Jó, akkor ismét tovább kell majd adnotok a terveiteket, tehát a karaktert és a hozzá készült fegyvert, illetve hogyha egy lapra csináltátok, akkor a legutóbbi képet és a karaktert. Jó, tehát itt bekérjük ezeket. Megy tovább, és egyel balra megy. Itt ez a jó sok rajz. Ha valakinek kell még tartaléklap, jelezze. Jó, megkaptátok a karaktert, megkaptátok hozzá a fegyvereket. Most az lesz a feladatotok, hogy rajzoljátok le ennek a karakternek a sidekickjét. Tervezzetek hozzá egy olyan karaktert, aki segít neki. Jó, kaptok fél perc gondolkodási időt. Óra indul. Nem, teljesen szabadon. Teljesen szabadon lehet bármilyen sidekicket kitalálni. Akár másik játékban is csináltok, vagy egy saját szabadon alkotott karaktert is csináltok az adott karakterhez sidekicknek. Tíz másodpercetek van még megbeszélni. Jó, lejárt az idő. Figyeljetek, indítom az órát. Megy. Óra indult, lehet rajzolni a sidekickeket. Erre is másfél percetek van összesen. Ott, ha jól látom, a túloldat valami kis szőrös állat készül. Reaper mellé, és a pite mellé. Itt egy mörlokot látok kibontakozni. És középen... Valami egész. Fél percetek van még. Ahogy látom, mindenhol aranyos sidekickek keletkeznek. Nem is lehet Batman sidekick senkinek, az nem lenne túl vicces. És lejárt az időtök. Tollakat eldobni. Jó, kezdjük a vörös sárkányok. Nem mutassátok fel, hogy ti mit alkottatok.
Hogy neveznétek el ezt a sidekicket? Mi ő, ki ő? Hardcore Chinchilla. Ő egy hardcore Chinchilla, Reaper mellé. Ki az, akinek ez tetszik? 78,2. Nézzük meg az OP Girls, vagy OP Artistnak a rajzát. Őt hogy neveznétek? Kik ők és miért pont ők? Kindred, a farkasa és egy lélekhagyma, mert ő menő, és megteheti. Lélekhagyma, mert menő, és megteheti. Hogy tetszik nektek a lélekhagyma? Hát, 6,5. És nézzük meg a Gamer Girls-nek a Murlockját. Miért pont Murlockot kapna? Azért, mert mi nem lolozunk és nem vágjuk a lolt, úgyhogy ezért mi Blizzardot rajzoltunk. World of Warcraft legismertebb karakter szerintem a Murloc. Mennyire tetszett nektek a Murloc? Yasuo mellé. 77. Ezt a kört a vörös sárkányok nyerték, úgyhogy most övék a pont. Gratulálunk nekik! Tapsot! Jó. Most minden rajzot, amit eddig készítettetek, az eredetivel együtt fogjátok meg. Tehát minden, magyarul, amit eddig volt. Magyarul mindenki visszakapja a saját kedvenc karakterét, és a hozzá a többiek által gyártott sidekicket és fegyvereket. Igen. Jó, és egyel balra megy vissza. A karaktered meg a hozzátartozó sidekick és a többi. És akkor mindenkinek van hozzá egy fegyvere, egy sidekickje, és van egy ellensége. Ki az, aki papírhiányban van? Kell még papír, okay. Szóljatok. Igen. Szóval akkor ugye megvan mindenkinek az eredeti karaktere, fegyver, sidekick, és van egy ellenség, amit legelőször rajzoltatok hozzá. Most az a feladat, hogy ezt a csapatot küzdjön meg az ellenségével valami kis egyszerű formában, hogy hogy tudnál legyőzni az új fegyverével az új ellenségét. Hogy nektek elég jó lesz, hogy pitével le kell győzni Soldier 76-ot. Úgyhogy azt kell felhasználni most a fegyvereknek, meg szárnysegédnek, amit kaptatok a többiektől. Erre van fél percetek megbeszélni, hogy lehetne megcsinálni. Indul! Igen, mi a kérdés? Miért van két fegyverünk? Mert két külön. Hogyha két fegyver van, akkor az egyiket választ ki, és akkor amelyikkel ötletesebb képet tudtok alakítani, az legyen. Öt másodperc gondolkodási idő. Lejárt, a lapot, és óra indul. Másfél perc, most elindult, lehet rajzolni. Nem tudom, ti ott játszottál valamivel? Volt kedvenc boss fightod, vagy esetleg valami, amit nagyon emlékezetes volt számodra? Nem tudom, a Prince of Persia-ba az, hogy leestem állandóan, az boss fightnak számított, de hogy mindig elcsesztem, az biztos. Nálad volt? Hát én World of Warcraft-os vagyok, én nagyon szeretem az összes boss fightot igazából. Nekem az egy bánatom volt, ami most jött Skennery Volgint megölték, de amúgy kimondott kedvenc esetleg talán a Lich King, amit emlékezetes volt. Azt mindenki nagyon imádta szerintem. Mm. Játszotok ti is WoW-val, LOL-lal esetleg? Van-e itt olyan, aki WoW-ozik? Igaz, tapsol, aki WoW-ozik. Vannak. Azért vannak WoW-osok. Ki az, aki LOL-ozik? Hangot kérünk, azt jobban halljuk. És ki az, aki Overwatch-ozik esetleg közületek? Köszönöm. Hát akkor a Blizzard is képviseli magát azért, remélem. Ő is játszhat, csak velük szerintem kevesen vagytok. 20 másodpercük van még a rajzosoknak. Nézzük azokat az epic fightokat, hogy állnak. Öt másodperc, 4, 3, 2, 1, és lejárt az idő. Kezdjük ez oldalt akkor. Itt, ha jól látom, minek után pitével nem tudod győzni, így rákult a hardcore csincsilláját, ha jól emlékszem. Miért pont így nyolzditek le a Soldier? Én ezt nem tudom. Hát gondoltuk, ez az új fegyvere Reapernek, hogy a csincsilláját is beveti, és a pitét is, így egybe a kettőt, szóval
nem tudom. A Cincsillának is volt pitéje, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor a Cincsilla lenne hajlandó támadni a pité miatt. Értem, tehát akkor a Cincsilla pité miatt. Mennyire tetszett nektek a Cincsillával kinyílt Soldier 76 ötlete? Nézzük középen OP Artist. Itt. Miért pont így? Ugye Jasson most kapott egy új kardot, de hát ezzel már nem működik a szélmágia, és ez így kifingott, és a mollak meg meglepődött. És akkor Mörlököt a nevetéssel ölítek meg? Mörlököt a nevetéssel ölítek meg, hogy Jasson szenved az új kardjával? Igazából döntetlen. Szóval a Mörlök túléli. Nagyon jó. Szegény Mörlököt egyébként is sajnálnánk, ha levágnák. Mennyire tetszett ennek a Mörlök döntetlen párbaj ötlete? És a vörös sárkányoknál milyen jelenetet láthatunk? Ki győzött? Hát azt... Hát szerintem nem Katarina nyert, mert ugye hármas túlerő az. Túlerőben volt, igen? Illetve hát négyes túlerő, szerintem kindredig gyertek. A képen még nem a teljes vereség látható, csupán a térdre kényszerítés. Akkor ezt mindenkinek a fantáziájára bízzuk. Ki az, akinek ezt tetszik a legjobban? Ezt a kört is 77-et, valaki nagyon szurkol nektek, úgyhogy az a baj, ez is túl nagy előny. 77%-a ezt is ti nyertétek ezt a kört sajnos, vagy nem, gratulálunk, na. Nem, a hangerőt. Pártatlanok vagyunk. Jó, na, utolsó feladat jön, viszont ez egy elég komplex feladat lesz. Tehát akinek nincsen lapja, az most kérjen. Adok ide is. Jó, a feladat pedig a következő. Kártyákat fogtok kapni. Ezeken a kártyákon lesz egy-egy szereplő, illetve kettő, és egy cselekvés. A feladatotok az, hogy ezt a két szereplőt a megadott cselekvésben, szituációban rajzoljátok le. Mindenki... Azt hozzátennénk azért, hogy kicsit nehezítésként retro karaktereket próbáltunk összeválogatni. Ezeket úgyis elvileg ismernie kéne mindenkinek, de ha nem, akkor is képet nyomtattunk, kimondottam, hogy megtaláljátok. Itt pedig Link és Sonic. Link és Sonic. Ne nézzetek oda. Itt van Princess Peach. És Tifa. A Final Fantasy-ból. Most akkor megkapjátok az eseménykártyákat. Húzzatok. Egyet. Elmondjuk a cselekvést? Legyen meglepetés. Milyen cselekvést húztatok? Közös fagyizás. Tehát ez Zelda és Lara Croft közösen fagyiznak. Aha. Ez jó lesz. Fiú kedvence lesz, úgy érzem. Nézzük Sonic és Link. Ölelés. Egy ölelkező kép lesz, igen. Ez meg a lányok kedvence lesz, ha jól értem. Masszírozás. Melyik lány masszírozza melyiket, és melyik fog... Jó, akkor... ismét van megbeszélési időtök, fél perc, viszont a munkaidő 3 perc lesz. Jó, tehát a fél perc megbeszélési idő akkor ezennel indul. És azért azt hozzáteszem közben, hogy ez ér a legtöbb pontot a feladatba, szóval ez sorsdöntő feladat is lehet. Igen, hiszen ez a feladat most 6 pontot ér. Az eddigiek mind 1, illetve 2 pontosak voltak, ez most 6 pontos feladat lesz. És 3 percetek van rá, így van. Melyik két karakter maradt meg? Pillanat, 5 másodperc. Jó, lejárt az idő, megbeszélési időnek vége, és akkor 3 perc indul.
Bocsánat, mi volt a kérdés? Melyik két karakter maradt a szatyorba? Azt meg tudjuk nézni? Meg tudjuk nézni. Kik azok, akit nem láttok, és milyen cselekvés kéne nekik csinálniuk? Uha, még az is. Már ha jól tudom, akkor itt lesz a csókolózás egy cselekménye. Hát ez pont az a két karakter, akit én említettem az előbb. Az egyik az Pac-Man, másik pedig Mario. Nem tudom, ti mit tudtok elképzelni a két karakterrel együtt. De elég gonosz kacajokat hallok a közönség felől. Cselekvés pedig pont a csókolózást húztam ki. Pac-Man és Mario, hát Pac-Man-nel csókolózni egy élmény lehet, ha nem nyelle közbe. Érdekes lenne itt a közönség soraiba is egy rajzcsatát indítani ezzel a szituációval és ezzel a két karakterrel. De egyébként még lehetett volna vetköztetés is. De úgy gondolom, hogy Pac-Man esetében a csókolózás egy kicsit érdekesebb. Jobb megoldás lett volna, kivitelezhetőbb egy fokkal. Itt úgy látom, hogy Peach van befogva a kemény munkára. Tifa élvezkedik. Igen, ott középen pedig. Ott egy antójavista kép készül. Hát a javisok most nem örülhetnek annyira. És a legszélén. Vörös sárkányoknál meg egy felettébb erőszakos közös fagyizás történik. Még egy percetek van befejezni a képet. Az eddigiek alapján van már kedvencetek? Akinek van, az attól kérek egy nagy tapsot. Mindegy, hogy melyik... Jó, akkor elég egyértelmű lesz, hogy kire fogtok szavazni. Fél percetek van még, utolsó simítások. Lassan mindenképp elkészül. Itt a spoilert takarjuk, igen. Jó, 10 másodperc. 5, 4. Jó, és lejárt az idő. Akkor kezdjük is megnézni, hogy az oldalt, ha túloldalt, mit láthatunk? Zelda és Lara Croft közös fagyizását láthatjuk. Zelda csak kicsit van kényszerítve. Mennyire tetszettek Zelda és Lara Croft közös fagyizások? Köszönjük szépen! Itt mit látunk az OP Artistnál? Sonic és Link ölelkezése. Hát ugye Sonic egy sündisznó, és ő szúr, de Linket nem érdekli, akkor is meg akar jölelni, de Sonic akkor is elfut, mert gyors. De nagyon lelkes. Ki az, akinek ezt tetszik legjobban? Átléptük a 80-as határt először. Rajtsod a történelmébe. És nézzük a legvégét. Itt ugye a hercegnő van Tifával. Itt szuper effektív, ha jól látom. Miért pont a hercegnő masszíroz? Mert most ő lett befogva a kemény munkára. Értem, a másik megment a világot, akkor legyenek is jó neki. Mennyire tetszett nektek a hercegnő masszírozás? Ezt a kört az OP Artist nyerte 80-as határával. Jó, akkor most, amíg értékelés következik, hiszen ez volt az utolsó feladatunk, addig egy különleges sztárvendéget szeretnénk majd felhívni ide a színpadra, aki, amíg mi az értékelés és a pontozást megejtjük, addig egy kis hirdetést mond nektek, egy kis érdekes tájékoztatást. Szeretnénk felkérni a színpadra Csemer Boglárka Bogit. Üdvözöljétek nagy tapsal Bogit, addig mi levonulunk,
És már átadjuk nekem a mikrofont, hagyd mondja, amit szeretné. Gyertek le. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Megvárom, míg levonulnak a rajzosok. Hát most így nagyon lelőtték a poénunkat, mert fel akartunk, üljünk le ide középre. És úgy mindenféle cosplay kiegészítő van. Az vajon miért kellett rajzhoz? Inspiráció? És hát beszélgessünk így, igazán fel akartunk tehát konferálni, hogy mint a rejtélyes sztárvendégünk, de sajnos szabotálták ezt a tervünket. Szóval Bogi, így hallottam, hogy neked lesz egy rajzpályázatod, és amit nemrégiben hirdettél meg, és hogyha jól látom, október 15-ig lehet rá jelentkezni. Tudnál erről mesélni nekünk? Hát igen, képzeljétek el, hogy aki tavaly itt volt az őszi mondokonon, az láthatott egy kis előadást a Full Metal Alchemistről, amelyet én tartottam egy kedves barátommal, Kovács Péterrel és egy-két szakértővel. És hát akkor el is énekeltem itt egy dalt élőben ezen a színpadon, ami a második nagylemezemnek a címadó dala. Az a címe, hogy All is One is All, ami azt jelenti, hogy egy minden, minden egy, és... Hát ez nem, gondolom nem meglepő számotokra, hogy ez konkrétan a Full Metal Alchemist egyik ikonikus epizódjának az angol nyelvű fordítása, ez a 12. epizód. És hát ezen a tavalyi mondokonon elmondtam, hogy milyen nagy hatással volt rám ez az egész sorozat, úgyhogy ihletett egy komplett dalt, úgyhogy ezt az egy minden, minden egy filozófiájából megalkotva született meg a második nagylemezem címadó dala, és ehhez gondoltam azt, hogy tök jó lenne egy animációs alapú videóklipet készíteni, ami kvázi egy ilyen manga, virtuális manga történet lenne, és hát én ezt a ti rajzaitokból szeretném megalkotni, és ez szerintem nagyon szépen köthető ehhez az egy minden, minden egy filozófiához, hogy mindenkinek a kis ötlete, meg kreatív egyénisége találkozik egy műalkotásban a végén. És lehet publikus a történet, hogy körülbelül, hogy miről fog szólni az egész? Abszolút publikus. A Facebookomon fenn van részletesen, ez a www.facebook.com/boggieofficial oldal, és azon belül létrehoztunk egy eseményt, All is One is All rajzpályázat néven, és hát a történet az egy ilyen nagyon hagyományos, kicsit ilyen Ghibli stúdió világát idéző kedves történet. Úgy kezdődik az egész, hogy egy aranyos kislány hintázik egy gyönyörű réten, van valami kis állatkája, aki igazából a társa. Ugye az összes ilyen fontos egész estés anime sorozatban mindig van egy kis társ, egy kis figura, aki kíséri a főhőst. És hát ez a kislány, aki hintázik, ez én jó magam vagyok. És akkor mindenféle kalandokba bocsájtkozunk a kis társammal. Feljutunk egy tóból, eljutunk az űrbe, és ezt az egy mindenség, minden egy témakörét egy nagyon kedves történetbe ágyaztuk. És akkor hát a rajzpályázat az úgy néz neki, hogy konkrétan ezen a Facebook eseményen így pontról pontra le van írva, hogy melyik jelenethez milyen vizuált képzeljetek, amikor rajzoltok. Úgyhogy ez egy irányított rajzpályázat. Na ez nagyon, nagyon jól hangzik, és mivel ez egy pályázat, említetted, hogy lesznek nyeremények is, hogy körülbelül mikre számíthatnak az emberek. Hát, azon kívül, hogy benne lehetnek a videoklippedben, mert már az is egy nagyon-nagyon nagy dolog. Hát képzeljétek el, hogy az egyik legnagyobb partnerünk és támogatónk a Mondó magazin. Kérnék nekik egy nagy tapsot, mert nagyon köszönöm, hogy segítenek nekem ebben az egészben. És hát a Mondó magazin felajánl 3 darab jegyet a téli karácsonyi fesztiváljukra, ami december 10-én lesz. 3 darab olyan jegyet a legjobb és a legtöbb rajzal bekerült rajzolónak. Én fel fogok nektek ajánlani egy utolsó koncertjegyet idén. November 9-én lesz az utolsó Bogi koncert a MOM kulturális központban. Azért mondom, hogy utolsó, mert most lehet, hogy nem látjátok, de már 7 hónapos terhes vagyok. Úgyhogy most már idén... Szóval akkor egy ideig ki fog maradni ez a koncertezés, meg az a turnézás. Igen, úgyhogy tehát az, aki...
szintén ez a három legjobb, legtöbb rajzzal bekerült kap erre belépőt. Sőt, hát igazából erre mindenki kap erre a koncertre. Bocsi, már nem emlékszem, mert annyi mindent felajánlottunk cserébe. Illetve kapnak a résztvevők egy speciális Bogi CD csomagot. Úgyhogy ilyesmiket. És hát ezt el akartam mondani, hogy aki esetleg nem ismeri az eddigi videóklipjeimet, ugye nekem 2014-ben volt a Parfüm című videóklippemmel tényleg egy világ körüli utam, és olyannyira, hogy a mai napig nagyon sok a külföldi követőm. A YouTube csatornámon 35 ezer feliratkozó van, akik nagyon gyakran nézegetik az újdonságokat, amiket feltöltök. Tehát cserébe mindenképp az is egy elismerése a munkátoknak, ebben részt vesztek, hogy nagyon sok emberhez el fog jutni, és nagyon sok külföldi emberhez, és mindenkit név szerint el fogunk ismerni itt a karácsonyi anime fesztiválon. Hát ez nagyon jól hangzik, gyerekek, hogyha van közülötek rajzos, akkor mindenképpen jelentkezzetek rá, mert ez egy... Én, hogyha tudnék rajzolni, hogyha mondjuk nem ilyen kis pálcika figurákat tudnék, akkor én biztosan jelentkeznék, mert ez nagyon jó, nagyon ötletes, főleg a sztori. Egyébként csak ebbe a szubkultúrába lehet gondolkozni, csak az itteni emberek rajzolhatnak erre, vagy másokat is szeretnél ezzel megszólítani, mert nagyon elmentünk abba az irányba, hogy Ghibli Studio meg Full Metal Alchemist, és lehet, hogy páran megijedtek, úgyhogy az amatőröknek is egy-két bíztató mondatot kérlek. Hát igazából nagyon nyitott ez a rajzpályázat, és tényleg a ti egyéniségetekre van szabva. Tehát az én Full Metal Alchemist rajongásom az egy ilyen zárójeles dolog, ami talán egy közös kapcsolódási pont lehet köztem és köztetek, de a rajzok megalkotása abszolút a ti egyén ízlésetekre van bízva. Tehát lehet álló, lehet fekvő, lehet mini, lehet nagy, lehet színes ceruza, lehet filc, lehet digitális, amivel csak szeretnétek. És hát én azért is gondoltam rátok, mert hogy ezen a mondokonon ugye olyan emberek vannak, akik rendszeres anime nézők, manga olvasók, tehát az alkotók szintjén abszolút ebben a szubkultúrában, vagyis bennetek gondolkodom, de utána az elérhető potenciális célközönség pedig abszolút az én rajongóim, követőim és mindenféle egyéb sajtóorgánumokon fogjuk nyomni ezt a klipet, mert hogy ez egy eléggé, most nem találom a jó szót, tehát ez egy eléggé nagyszabású dolog, meg egy eléggé különleges dolog, hogy egy ilyen videóklip készüljön. Hát igen, ahogy néztem, általában te mindig nagyon kreatív vagy, és mindig olyanokat csinálsz, ami még nem volt, szóval most is igazából szerintem nagyon szuper lesz, és már alig várom, hogy kész legyen. Úgyhogy most abszolút rátok bíztam magam, és nagyon izgulok, és nagyon remélem, hogy kedvet kaptatok ehhez. Még azt el szeretném mondani, hogy ebből a sok rajzból, ami majd beérkezik, nyilvánvalóan valahogy meg kell alkotni a videóklippet, és ehhez egy profi utómunkastúdiónak a segítségét fogjuk kérni. Ez ugyanaz az utómunkastúdió, aki a Parfüm című klippemnek készítette az utómunkálatait, és az egyes rajzaitokat majd úgy kell elképzelni, hogy balról jobbra lehet majd lapozni, így virtuálisan, és az egyes rajzokhoz egy szöveg buborékba, az All is One is All címet viselő dalomnak a dal szövege lesz hozzárendelve, és akkor így fog összeállni egy komplett egészé. Akkor már rögtön, amikor így pályáznak, akkor már így a videoklipből egy-egy részletet kell, hogy kidolgozzanak, és majd azután, hogyha kiválasztották őket, utána még elmentek majd ebbe az utómunkastúdióba, és akkor még ott is lesz külön-külön lesznek munkálatok. Ott is csiszoljuk, igen. És hát igazából leginkább én fogom kiválasztani ezeket a rajzokat. Az a rendező, aki a sztorit megálmodta, illetve az utómunkastúdióval közösen. Na gyerekek, hát közületek, kit érdekel? Na itt látok, csak így nem nagyon látjuk. Most letettünk egy csomóját. Azt esetleg hazavihetitek, meg most itt a végén én nagyon szívesen válaszolok személyesen is, itt fogok lejönni oldalt, még itt leszek délután 3-ig. Úgyhogy ha megtaláltok, akkor nyugodtan gyertek oda, és ha tényleg az infópultban most megtaláljátok ezt a kis szórólapot is. Vagy aki kevésbé bátor, nyugodtan írhat, gondolom a Facebook oldaladra is. Simán, mert azt én kezelem, és én fogok nektek válaszolni. Igen, szóval gyertek és kérdezzétek meg, hogyha jól tudom, végignézed a cosplay versenyt is, vagy körülbelül bele fogsz nézni. Belenézek. Hallottam, hogy szeretnél cosplayezni majd jövőre, ez ugye igaz, vagy de hát akarsz igazából öltözni? Az volt, hogy ugye találkoztunk itt a backstage-ben, és kiderült számomra, hogy te jelmezkészítő vagy, és már igen, régóta gondolkozom rajta, hogy egy következő mondokonra beöltözve jöjjek.
És van már ötlet, hogy kinek öltöznél be, esetleg Full Metal Alchemistből, vagy? Hát lehet, hogy a Vin figurája. Jól nem hülyeség. Közben itt leintenek minket, szóval... köszönjük szépen, hogy eljöttél, és elmondtad nekünk ezt. Nagyon érdekes, és hogyha tudnék rajzolni, én jelentkeznék, de sajnos nem tudok. De mindenképpen fontoljátok meg, és... És október 16-a éjfélig várjuk a rajzokat. Ez fontos. Most erre az van, hogy október 15, de a szombat, igen. És úgy voltam vele, hogy még egy vasárnapot rendben még nyugodtan rá számolhatunk. Jó, rendben van. Viktor, utolsó szó jogán. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm. További jó szórakozást, és akkor jöjjenek a győztesek, igen. Az eredményhirdetés. Így van. Köszönjük. Köszönjük. Mindjárt. Sziasztok, még így egy utolsó körre. Végeztünk az összesítésre, és megvannak az eredmények. Jó, tehát a harmadik helyezettünk lett a rajzcsatán. A Gamer Grills csapat. Nagy tapsot kérünk a Gamer Grills csapatnak. Kérjük, gyertek, és vegyétek át az ajándékot. Az ajándékuk most is, mint mindig, a Panton kupon, amit a Panton pultnál tudnak levásárolni, vagy egyeztetve akár magánál a Panton boltnál is. A második Panton kupont, és ezzel a második helyezettet nyerte. Második helyezettünk a Vörös Sárkányok. Nagy tapsot kérünk a Vörös Sárkányoknak is. Gratulálunk a Vörös Sárkányoknak. És a harmadik, a legértékesebb kupont nyerte, ezzel az első helyezés címe lehet az övék. Az pedig az OP Artist csapat, Overpower Art. Gratulálok az OP Artist csapatnak. Gratulálok. Kérek szépen még egyszer egy nagy tapsot mind a hat részvevőnek, és köszönjük, hogy eljöttetek. Ez volt a Galcsata, további jó szórakozást. Köszönjük, hogy itt voltatok, és további jó konozást kívánunk.